A parlamentben nyilvántartásba vették azt a törvénytervezetet, amelynek célja a korrupció elleni küzdelem megerősítése az igazságszolgáltatás területén. Ukrajnában a korrupció egyenértékű lesz a hazaárulással, közölte a törvényjavaslat szerzője, a parlament jogpolitikai bizottságának vezetője Denis Maslov egy interjúban. A törvényjavaslatban foglaltak szerint az igazságszolgáltatás területén elkövetett korrupciós bűncselekmények kapcsán módosításokat terveznek a büntető törvénykönyvben. Az újítások a korrupciós bűncselekmény minden résztvevőjére vonatkoznak majd, vagyis mind a bírákra, mind azokra, akik kenőpénzt ajánlanak fel, vagy vesznek el. A kezdeményezés jóváhagyása esetén a korrupt hivatalnokokat 15 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtanák. A törvényjavaslat készítője szerint a korrupció összefügg az ország biztonságával és a védelmi szférával, a háború alatt az állam már a fontos ügyekkel, ezért az nem más, mint hazaárulás, mondta El Denis Maslov.